<laughs> Helló, mindenkinek! Én vagyok a Hubkapi, aki nem tudja. És szeretnék egy új sorozatot indítani, amivel nem más fogok, mint a nézőm e, setupját fogom megnézni, és elmondani róla a véleményemet. E, minden részben ütőt fogok hozni, e, hogy beküldeni a Discordumon a nézői setup szobába a képeket, és akkor onnan fogok kiválasztani és kielemezni. Na, akkor itt is lennék az első berv. Ö, aki nem más, mint a Plusbun küldte be Ez a Niki a Discordon Na, akkor ö, elemezzem, ö, azt látom Hogy van két monitorja, szóval ö, nem egy, egy Nem egy, most kezdte ezt az ipart Lehet, hogy ő is ilyen streamer, vagy videós, mert nekik van Vagy csak olyan játékkal játszik, ami közben lehet más is csinálni, értitek? Így a képen, amit látok, nem más, mint ő az animéket, ugye, mert ezek olyan karakterek, elég jó néznek ki, azt kell mondjam, főleg az a bikini kis nőcske, az jó. Van neki egy ilyen pohár, amiben szeret úgymond szívózkázni, szivószálral inni, az elég jó, abban látom víz van. Igen, itt az ablak mellett van, hogy mindig legyen fény, és, és van webkamerája is. Emberek, úristen, van web most látom. Igen, mi van itt? Pénztárca, itt a izé. Ceruza, lehet, hogy tud rajzolni, ki tudja. Menjünk rá a következő, ez egy közelebbi képe. Ó, oh, HyperX-es izéje van. Egere. Meg, meg a billentyűzet is, az is izé, egy gamer. Mert világítós. Hát itt van egy kis izé, kavalkád, ilyen izékba zsinórokba. Ö, ó, itt a papír sepkendő, a cefa itt van. <laughs> Ki tudja, hogy minek? Ki tudja, hogy minek? Ó, az alátéte. citás alátét. Én ezt úgy tudom megképzelni, hogy van egy barátnője, és mivel a gyerek az nagyon sokat kuckul, ezért mondta a csajsz, hogy legalább nézzél már valamit szépeket is, ugye, mert ő nem szereti az animéket, ezért ő mondta, hogy egy cicás egérpaz jó állna, és ugye mivel a pasi egy kicsit ilyen papucska, ezért beleegyezett, hogy na jó van, akkor ez lesz az alátétem, jó ez. Ö, igen, és itt is van, ez a, ez a lényeg ugye, ez a számítógépház, ház. van ilyen három világítósa, ö, belül van valami videókártya, innen nem, nem lehet látni pontosan, mi van neki, sajnos. De szerintem ez ilyen középkategóriás kategóriás gép. Semmi extra nincs benne. Ha, ah, az am amúgy nem olyan rossz a setupja a srácnak. Nekem itt adok le egy 10 per 4 -e. Nem, 6-ot, adok, 10 per 6 ot adok. Ő volt az első, aki beküldte. 10 per 6 ust adok neki. Menjünk is rá a következőre. Nem más. Ó! Oh! Ó! Oh! Kiküldte be? Nem más küldte be, mint a kis killer Küldte be ezt Uuuuh, mi van itt hifi turuny, hifi turuny Egér Mondjuk, ó mi ez Mondjuk, hogy ez az egér Ez ö, ilyen gamer, de ez a billentyűzet, ez valami ősküvületi Egyetlen lehet még ilyet kapni, ö, akkor lehet, hogy ami idősebb korosztály, nem? És ugye a nusztalgia miatt van neki ez a billentyűzete a monitorja az nem valami nagy, szerintem pont ideális. Hát szerintem ő ilyen filmnézésre használja. Ő, ő szokott játszani. Nézzük meg, van valami az asztalon, valami játék. Ö, semmi extra nincsen. Hát! Nem baj. Akkor tényleg ő egy ilyen idősebb emberke, aki csak kikapcsolódás szerint játszik néha-néha a néha gyaknak de inkább filmezni szokott. Amúgy nem, olyan rossz a setupja, 10 per adok neki azért. Na a következő nem más lesz, mint a The Öö, De Vélvel, azt kell mondjam, hogy ő ilyen titokzatos, ilyen dark feeling -e szereti. van egy kis lámpája is, meg neki nem izé van PC-je, hanem ő laptopon túlja, és ott van éppenséggel a Steam profilja is. Ö, de hogy világít neki minden fasza igazából nem sokat látni. Szerintem olyan ember emberke lehet, aki nem szereti egy nagy kunst keríteni. Van itt valami izé. Egér, hát az már elengedhetetlen, ma mindenkinek van szinte. Jobban nem lesz rá közélni, nem. Hát, hát a Tintoféja az is ilyen izé. Alapnak mondható. Zetupia 10 per 5-öst adok neki. Azt mondom, hogy egy 10 per 5 setup. Menjünk rá a következőre, nem más, mint a Levi. Nézzük meg a Levit. Ó, oh, a Levit ilyen kicsiben lehet látni, sajnos. Ki tudom jobban, nézni, nagy, ja, igen, igen. A Levike az ilyen pici kibetűk ült el. Itt lehet látni, hogy néz valami ismeretlen streamert. Nem tudjuk, hogy pontosan ki ez. Az asztalam, hogy eléggé jó. Mert nagyon sok mindent rá lehet tenni. Ott vannak a könyvek, abból szokott tanulni. Eléggé nagy az egérpadja, szóval nagyon szerető húzogatni, rántani úgy mond, eléggé jó tulajdonság. Kicsit feldén van a billentyűzet. Ez egy esztétikai szempontból nem a legjobb. A egy monitoratója, szóval ő nem izé videós, hanem egy casual játékosnak mondható. Ö ott a, mi van ott mellett, az mi? Nem, nem tudom, van egy fehér fal, vannak dobozók, mindenféle kincsek, ott van dezodor, túl sokat tűlök nehogy büdös legyen, én beszokta magát fújni, bár az illat nem szokott átgyűnni, de nem baj, fő az igényesség, van valami italka, hát, ez a setup az asztal miatt egy 10 per 6-ot adok, nem olyan nagy izé szám, én azt mondom, de nem is olyan rossz. Nézhetne engem mondjuk, de hát nem baj. Elnézem neki. A következő és az utolsó nem más, mint a falkun. Oh, ó, azt a de nagyba látom a falkunt. Na, itt is van a falkun. Ó, oh, igen, neki gamer széke van. Mert pirosas, az ő dizájnos. Ó, itt a monitor. Az alapgép fönt van az ilyen az asztalon. Hát az hogy képzeled? a földön a helye. Van ilyen koponyás ö, szóval ő szereti a metált. Ő ilyen metalikus. Van egy kis asztal, ott mi van rajta? Van valami pénz? Öt! Ej! Yeah. eurója van! De jó ég! Azért ez az nem semmi, szóval ilyen angolországból származik, vagy nem, lehet, hogy Japán. Japánban ott mi van? Euro van. Mert látom itt vannak ilyen írás hogy ez kínai, mondjuk a kettő hasonlít, nem? Akkor mm. ez itt mi? Ja itt a füles, egér Ó de lefaszta az ezért Idéd van, Eg egérpad az elég Ó a A meg van neki különböztetve Hogy uh, fölismerje Hú <laughs> akkor lehet, hogy ilyen fiatal srác Nem tudom Milyen mondjuk az elrendezés az inkább ilyen szülős hogy ő félti az, 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 alaplapot, mert minden, mert nagyon be van helyezve. Az, az a szék az jó, mert ő gür, gürgös, el lehet vele menni a kunyháig, meg vissza. Eléggé praktikus. Hát, mondjuk ez a setup, ez begyűn. Erre adok egy, hát egy ilyen minimalista, dizájnos. Erre is adok egy hatust, sajnos. Erre is kö egy hatust annom. Nem, nem adhatok többet. Na, így elemeztem a setupokat, ez az első része. Itt szeretném elmondani, hogy a Discordon lehet beküldeni a képeket, a sajátokat küldjetek, és akkor videó formába megnézzem, hogy mégis mennyire tetszik nekem. Idáig a hatosok érték el a legjobb osztályzatot, remélem a jövőben lesz jobb is. Én voltam a Hubcapé, sziasztok, hello, sziasztok. Hú, nem voltak rosszak.